Sziasztok srácok, én Sajt32 és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Ma nem más múlt csinál, mint képzeljétek el, van egy nagyon-nagyon rossz hírem. Az a gond, hogy éppen beléptem a Robloxba, és az történt, hogy egy ilyen gyilkos bohóc miket itt bezárt a saját házába. Egy nagyon szép festménnyel a háttérben, azt azért el kell, hogy fogadjuk. És itt van velünk egy ember, szerencsére nem egyedül vagyunk. Azt mondja, hogy nekünk bizony el kéne innen szöknünk, mert nem vár semmi jó arra. Aki egy láncfűrészsel áll mellettünk eléggé, azt kell, hogy egy nagyon-nagyon éles láncfűrészsel. Azt kell, hogy mondjam nektek, hogy szerintem minél gyorsabban kezdjük el itt a haladást. Azért az furcsa, hogy itt a Starry Night nevű festény, hogyha jól tudom, annak az a neve. Itt meg már egy kutya. Szóval kicsikét változik a stílusa ittelkünk a bohócunknak, de annyi baj legyen. Igazából srácok, nagyon sokan kértétek azt, hogy legyen még egy facecam-es videó, mert tetszett az előző, amit nagyon szépen köszönöm, lájkkal jeleztétek. Ha még mindig így van, és szerintek, akkor légy szíves, nyomjatok egy lájkot erre a videóra, és nagyon szépen köszönöm, előre is megiratkozzatok föl, ha még nem lennétek sajtok. Előbb, azt a milyen művészi kép. Le van festve egy Roblox karakter, jaj, de cuki. Okay, itt is vagyunk, egy kis vértolcsa mellett elhaladunk. Hello Lilla, úgy tűnik, hogy rám joinoltál. Hello Lilla, mi? Írtál is valamit. Szia sajt. Szia. Összedőlt a padló, szóval nagyon, de nagyon óvatosan kell haladnunk ahhoz, hogy át szeretnénk jutni. Hát én öcsém, én azt mondom neked, hogy én óvatosan fogok haladni. Eddig ez a pálya jónak ígérkezik, remélhetőleg lesznek valami izgalmas dolgok benne. Úgy tűnik, hogy elbarikádozta az ajtót a gyilkos bohócunk, ezért el kell mennem, föl kell ugranom gyorsan a komódra, és... Ja nem, igen, azt hittem, hogy ott barikádozt el. Exit! Miért van az ember házában egy exit logó, de mindegy, én elhiszem, hogy van. Föl kell mennünk a komódra, és valahogy felugranunk... Várj csak, ez nehezebb, mint gondoltam. Gyere, ide, itt is vagyunk, oké, fölmásztunk, egész nagy háza van, azt kell mondjam a Killer Clown-nak. Aztán remélem nem 4 stage-ből áll, mert akkor jó rövid kell lesz ez a videó. Menjünk tovább. Szegény Lilla, meg mindig az egyesen vagy. Lilla, hadd segítsek valamibe! Én most vagyok életemben videós mellett. Legalább örömet tudtunk szerezni Lillának, srácokhoz, hogy tud egy kicsikét játszani velünk, ez nekem is megtisztel, hogyha emiatt valaki örül. Igazából, no! I think the first one is the red. Jó, én hiszek neked! Remélem a következő is a red. Hát nem, beleestünk a lávába. Hát öcsém, ezt komolyan mondom. Lilla ugrájá, itt van már Démicsi is. Remélem az, hogy utol fogtak érni, srácok, mert veletek együtt még jobb lenne sajtok itt játszogatni. Én azt mondom nektek, hogy most el... Hát nem a piros lett. Akkor bizony a kék lesz! Ha vajon akkor melyik lesz vajon, srácok? Szerintem is a zöld. Igen, úgy tűnik, hogy mi... Azta, ezek ilyen bohóc orrak, mert megmérgezte a bohóc orrakat maga a bohóc, szóval odasan kell közöttük el. Jaj, hozzáértem, nem hiszem, Démicsi már itt van a 4-es szinten, Lilla még mindig az 1-esen, és a hangom meg hova ment, na itt van. Metal Dragon, meg itt van még mindig az 1-es szinten. Srácok, próbáljuk meg mérni be elsőnek, bár Démicsi az elég profi nyomja, azt kell, hogy mondja. Jön, mi már a State... Stage 6-nál járunk, de valamiért nem vettem fel a checkpontot. Ezek tényleg eléggé nagy sugárzó orrok, mert hát alig érek hozzá, az konkrétan már akkor is megrázza, és hát megmérgez minket. Na itt mi van? Milk spread? Tejkifolyás? Hát szerintem ez ragasztónak gondolnám, hogy ragasztóval a felragasztó az orrát, ugye? Maga a bohóc, szóval én annak gondolnám, de hogyha... Hát ennyi tejet iszik, az konkrét. Na itt egy kicsikét vágol a padló. Figyeljétek. Na mindegy. Oké. Még egy szellőző nyírás, le kell mennem. Itt legalább biztonság vagyok, mert hiszen a Killer Clown nem igazán fér be. Menjünk gyorsan! Haladjunk! Lilla fölért a 2-es szintre, Davidcsi már az 5-ösön van. Metal még mindig az 1-esen. Haladjunk! No! Hogy került ide? Egyből itt várt az ajtónál, miket? Elviszek egy fűnyírót. A Killer Clown-nak rózsaszín fűnyírója van? Ott az konkrét halljátok, paint, jó, azt se érdekel a festékek, nekem nem kell, de azért belevegyek egy kicsikét, akkor is elrondító a festmény, és sikerült? Nem, az konkrét, ásott egy ekkora lyukat itt az emberük, amíg végigvittük ezt a részt, jóval, haladjunk, már a 9-es stage-nél vagyunk, itt egy valami, itt egy checkpoint, ami nem dob engem fel, szóval eléggé íze, ja de várjál, megjöttem, kiszöktem, itt eltévedtem egy picikét.
Úgy tűnik, hogy ide estünk. Ha innen átteleportált, csak én nem vettem észre. Innen átjöttünk konkrétan ide, itt tudunk ilyen arc. Hát ez ilyen Killer Clown Face, azt kell, hogy mondjam. Itt még tiszta izé van. Bulika van, Asus laptoppal. Mindenféle erősítő, DJ, srácok! Adjuk már itt a zenét egy kicsikét, hát mit szóltok hozzá? Fölrakom a hangot, hát nem lesz copyrightos. Konkrét, figyeljétek, még így scratchelek is! Ó, tiszta DJ lett a gyerekben, de mindjárt copyrightos lesz a zene. Ha már zenére nem tudok, akkor egy kicsikét itt ugrálok, hogy hoppő, hoppő, oké, meg is vagyunk, köszi, köszi, ugráljuk. Csak valami jó fejet keressünk, még kíváncsiak, hogy mik vannak. Itt van egy ilyen izé. Ez szerintem ilyen babérkoszorú az, hogy megnyertem régebben az olimpiát, és kaptam a fejemre egyet. Igazából, srácok, a helyzet az, hogy szerintem kivittük a pályát, nagyon durva, hogy kb. Csak sajtokkal együtt játszottuk, ilyen még nem volt. Például itt van Roblox ilyen, Hungabi, Metal, Lilla, Michi, ugye mi is itt vagyunk. Én azt csinálom most, hogy megvárlak titeket, és vagy várjátok, megpróbálok, hát ha vissza tudok futni, segíteni nektek ezekkel. Most ugye nem akadályozni, nem tudom, hogy enni a pályán is megvan egy csinálva, hogy bár nem innen vagy itt is, itt se lehet szerintem igazából segíteni nektek. Nagyon, de nagyon király volt ez a pálya. Szerencsére meg tudtunk szökni a Killer Clown-tól. Itt van Lilla! Mindenki itt, mert nem, még fele csapat nincs itt. Megvárom őket és visszatérünk. Én azt mondom nektek, srácok, szerintem ez a videó ennyi lenne, remélem, hogy nagyon-nagyon élveztétek. Megpróbáltuk megcsinálni néhány extrém dolgot, amiből annyit sikerült az, hogy kezdhettük előről a pályát, de annyi baj legyen, szerintem remekül szórakoztunk, remélem, hogy ti is, én legalábbis nagyon jól szórakoztam. Az a helyzet, hogy ez tök király volt, hogy így veletek tudtam játszani. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy hatalmas egy lájkot, és mindenféleképpen iratkozzatok fel a csatornára. Én nagyon, de nagyon szépen köszönöm minden egyes embernek, aki itt van, és minden egyes embernek, aki támogatta a lájkjával, vagy a feliratkozásával. És te menő sajtos terméket akartok venni magatoknak, például egy pólót, vagy egy táskát, vagy egy ilyen menő sapkát, remélem azt, hogy most benne van a videóba, akkor edzésoppontú per sajtarőszkettő, és nagyon menők lesztek, mint tudjátok. Köszönöm a figyelmet, a kövő vidiben le, Tali. Csá!